Köszöntöm nézőinket, ez itt a Művészváros. A hét legfontosabb kulturális eseményeiből hoztunk önöknek két beszámolót, tartsanak velünk! Dóka Péter Öltánc című műve alapján színpadra vitték Szentendrén Hegedűsdi Géza és Gombó Viola Lotti előadásában egy fiatal hölgy és egy idős úr történetét. A kortárs darabban a Covid hatásai is szerepet kaptak. Felolvasó színházi formában mutatták be kortárs magyar drámaírók műveit a Dramaturg C szervezésében augusztus 16-a és 21-e között a Dunaparti Művelődési Ház udvarán. A darabokban megjelent a sokszerűség, az elveszettség és megkerülés, a megváltás és megbékélés kérdése, csak úgy, mint az egyén és a közösség felelőssége. A Színházi Dramaturgok céhéhez idén 54 pályamű érkezett, amelyből kiválasztották azt a hatot, amelyet a közönségnek is bemutattak. Orbán Eszter, a céh társelnökét kérdeztük a Nyílt Fórumról. A Nyílt Fórum egy egész évadot felölelő színdarabfejlesztő program gyakorlatilag, több workshopunk van, és ennek egy nagyon fontos állomása az, amikor a már majdnem teljesen készformájukat elnyert műveket felolvasó színházi formában meg tudjuk mutatni a nézőknek is, de ebből még a szerzőink is nagyon sokat tanulnak. Alapvetően darab ötletekkel, tervekkel, félig kész, vagy még nem teljesen végső formájukat elnyert művekkel pályáznak hozzánk október környékén, és utána van egy három lépcsős fejlesztő program, amiben részt vesznek, és szépen lassan, lépésről lépésre, egy-két hónapot a két állomás között dolgoznak a szövegen, az általuk választott mentor segítségével. És hát az együttműködés az úgy indult tavaly, hogy segítségünkre sietett a Szentendrei Teátrum, mert a Nyílt Fórum felolvasások azok korábban a poszt idején Pécsen voltak, azért mert nagyon könnyű volt természetesen a szakmai közönséget ott elérnünk, és mikor a poszt mint olyan megszűnt, vagy most éppen hibernálódik, kerestünk egy olyan helyszínt, amiben éreztük azt, hogy nyitottság lenne az új darabok felé, illetve egy olyan helyszínt, ahova öröm jönni. Nekünk is dolgozni, illetve ahol várhattuk azt, hogy nem csak Budapestről jönnek ide az érdeklődők, hanem a városban is valószínűleg felkelthető az érdeklődés az új művek iránt, és nem csalódtunk, úgyhogy nagy öröm volt tavaly is itt a munka, és az külön nagy öröm volt, hogy Lőrinci György, amikor beadta a pályázatát, külön jelezte nekem, hogy ha elnyeri ezt a pozíciót, akkor ő szeretné a Nyílt Fórumot továbbra is itt vendégül látni, és hogy ezt a közös munkát tovább tudjuk folytatni. A tavalyi évre alaposan rányomta a bélyegét a pandémia, így az idei szezonra megpróbáltak minél sokszínűbb, izgalmasabb, kortárs pályaműveket színpadra vinni. Ebben az évben 54 pályamű érkezett, és ebből egy nagyon demokratikus válogatási folyamat alatt végül körülbelül egy hónapos munkával kiválasztjuk azt a hat művet, amivel egész évadon keresztül foglalkozunk. Úgyhogy nagyon fontos, hogy olyan dolgok legyenek, olyan téma, amit úgy érezzük, hogy nagyon izgalmasan kötődik a mához, vagy olyan színházi formát mutasson föl a darab, ami így különlegesen izgalmasnak tűnik, és ilyen alapon választjuk ki a műveket. Az Öltánc az erősen kötődik a Covid-hoz, és egyáltalán ehhez az életérzéshez, hogy mi történik, hogyha elvesztem a munkámat, mi történik, hogyha elvesztem azt a kapcsolódási pontot, ami engem úgy az emberekkel általában mondjuk már nyugdíjasként összeköt. Izgalmas volt, hogy egy egészen egyedi látásmóddal közelítette meg Dóka Péter ezt a kérdést, egészen szokatlan szereplőket választott, hogy ezt a dolgot
megmutassa, úgyhogy nagyon izgalmas volt látni, hogy hogyan alakul. Dóka Péter Öltánc című darabját láthatta a színpadon a Nagy Érdemű augusztus 21-én. A művész számos gyerek és ifjúsági könyv szerzője, a Móra Könyvkiadó főszerkesztője. Körbe K című darabját a Lakmusz csoport vitte színre 2012-ben. Sajt Király című gyerekdarabjáért 2017-ben Csukás István díjat kapott. 2020-ban Polimax című drámájával a Nyílt Fórum egyik szerzője volt. A szombati bemutató rendezője és szereplője Hegedűsdé Géza volt. Dramaturg cégnek ez a kortárs szerzőkkel indított program sorozata, ez egy évtizedekre visszatekinthető programsorozat már, és mindig a dramaturg cég szerkeszti meg tulajdonképpen, hogy az aspiráns kortárs szerzők, az úgynevezett versenyművek, azok milyen sorrendben mutatkozzanak be. Persze itt belejátszik mindig egy picit a praktikum is. Például a szerény személyem, aki a felolvasó színházi projektnek a rendezője, egyben szereplője is vagyok. Én még tegnap előttig egy másik színházi produkcióban voltam elkötelezett és közreműködő, ez a Gyulai Várszínházban volt, és több napra az a program kötött le, úgyhogy tegnap előtt fejeztem be ott a munkát. Ezzel a művel már persze korábban foglalkoztunk, de nem itt az itteni színházi körülmények között, és aztán tegnap meg ma már tudtunk fókuszáltan ismét az Öltánc című Dóka Péter produkcióra koncentrálni. Így dobta ki a szerencse, hogy a befejező előadás ebben a programsorozatban a miénk legyen. Ez egy nagyon szelíd, zárt mű. Tulajdonképpen két fontos szereplőnek a belső hangjai, a belső gondolatai erősítődnek föl, tehát két személyiségnek a párhuzamos története. És az a dramaturgiai és drámaírói gondolat, hogy ez egyszerre szólaljon meg. A két emberi sors, egy fiatal, 22 éves lány és egy 60-as éveiben járó bácsi története, akiknek a sorsa végül is párhuzamosan, a sorsfordulói párhuzamosan történnek a dráma során, és aztán a drámai írói szándék szerint egyszer csak ez a párhuzamosak, a fizika és a természet törvényei szerint egyszer csak találkoznak. Ez létre is jön, ez a találkozás, de hát erről többet most így konkrétan nem szeretnék beszélni. A lány 22 éves, külvárosi albérletben lakik. Történik mindez Budapesten a járvány első évében. Nem hagyok rád, fiam, mást, csak ezt a lakást.
Nem lettél okos, nem lettél szép, ahhoz másik apát kellett volna keresnem. Igazából borúsnak láttam a jövődet, édesfiam, és ebben bűnös vagyok, mert nem törődtem veled. Mindenem volt a zene, imádtam az éjszakát, már nem tehetek jóvá semmit, de ez a lakás mostantól a tiéd, próbálj kezdeni vele valamit. Jó helyen van, a belváros közepén, a besugó nagyapát hagyta rám. Ezzel hálálták meg neki a kommunisták a sok feljelentést. Add el, vagy csinálj vele, amit akarsz. Én most meghalok. És meg is halt. Anyám mindig azt csinálta, amit mondott. Orbán Eszter azt is elárult a stábunknak, miért pont Hegedűs D. Géza lett a darab rendezője. Tavaly Forgács Péterrel dolgozott együtt a Dóka Péter, és például ez is egy ilyen gondolat volt, hogy jó lenne, hogyha most új rendezőt találnánk, és Hegedűs D. Géza már hát évtizedek óta nagy érdeklődést tanúsít a kortárs színművek iránt, és a korábbi években is csinált felolvasó színházi bemutatót a Nyílt Fórum alatt, és mindig nagy lelkesedéssel jön. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy olyan rendezőket találjunk, akiket szintén megmozgatnak ezek az új művek, illetve hát azért az sem teljesen titkolt célunk, hogy ezek a művek szépen lassan tényleg színpadra kerüljenek, tehát hogy az is az jó, hogyha olyan emberek dolgoznak a művekkel, akiknek azért valamiféle lehetősége van adott esetben egy aztán kőszínházi bemutatóban is segítkezni. A fiatal is tehetséges Gombó Viola Lotti volt a darab másik szereplője. A történet egy striptisztáncosnő és egy nyugdíjas bácsi románcáról szól a koronavírus idején, amikor bezárnak az éjszakai klubok, és egy öltánc halálos merénylet is lehet. Hegedűs D. Géza hisz abban, hogy az előadás sikere nem csak az alkotói és színészi munkán múlik, a közönséget is be kell vonni a cselekménybe. Itt jelen esetben, mivel egy két szereplőről van szó, és tulajdonképpen a belső tudat folyam van fölhangosítva és fölmutatva, drámai szituációba téve, olyan, mintha ülne az ember és magában végig gondolná az életét, de belül. És a szerző veszi azt a bátorságot, hogy ezeket a gondolatokat, azt, ami sokszor egyik gondolat sokkal távolabb van a másiktól, mi is úgy ugrál a gondolatunk, valamilyen érzéki hatás, vagy valamilyen érzelmi hatás, vagy valamilyen külső körülmény hatására egyszer csak valamilyen gondolat előbukkan bennünk, valamilyen emlékkép, vagy valamire reflektálunk belül. Ez mind, amit csak belül zajlik, most fölhangosítódik. Két külön helyszínen, két külön világban létező ember részéről, aki mégis gondolatban folyamatosan közelít egymáshoz. Jelen esetben, mivel ez egy streamelt előadás, ezért, és két ennyire, mintha a saját monológiát mondaná folyamatosan mind a két ember, nem egymás felé fordulva, hanem egymás mellett, éppen ezért ezt képivé avatni, csak úgy lehet, hogy a legstatikusabb, legzártabb közelképbe ülünk be, és a kamera segítségével ugyan egymás mellett, de párhuzamosan oldjuk meg azt a drámaírói feladatot, amit célként elénk tűzött. Rendezőként itt az én komoly feladatom az volt, hogy elemezzem a karaktereknek a jellemző drámai fordulatait, struktúráljam ezt a szöveget, a karakterjegyek a gondolatokban megjelenjenek, és azok a kulcsfontosságú fordulatok, ami végül is a két ember egymáshoz közelítő lépcsőfokait jelentették a drámai szöveggel való foglalkozás során. Ugyanakkor mindezt olvassuk, tehát én nem szeretem azt, amikor felolvasó színházban is olyan kezel fejem lábam van. Itt a kulcs fontosságú a szöveg, annak a sodró drámai ereje, a nyelvezet,
a szöveg ritmusa, dinamikája, és nagyon-nagyon sokat számít alkotótársként a néző, a befogadó, akinek a fantáziája teremti meg igazán a teljességét az előadásnak, mert ő velünk együtt, a szereplőkkel együtt belép ugyanabba a történetbe, amit az író papírra vetett, és egyszer csak együtt leszünk tanúi, alkotói részesei annak a történetnek, ami merem remélni este nagyon jól és szerencsésen fog megtörténni. Mihez kezd az ember, ha 20 évesen kidobja az anyja, és ott marad egy üres lakásban? Mihez kezd az ember, ha 20 évesen kidobja az apja, és nincs hova mennie? Mihez kezd az ember, ha 20 évesen meghal az anyja, és ott marad egy üres lakásban? Ennyi volt a világ. És főleg az éjszaka. Nem tudtam aludni. Járkáltam a városban, kis lokálokban mentem, ezek lettek a törzs helyeim. Ittam, cigiztem, ismerkedtem, a zenés helyeket szerettem, ahol még látták anyámat énekelni. Kérdezősködtem is, emlékszik-e még rá valaki, és néha emlékeztek. Mondták, hogy hatalmas tehetség volt, de így volt. Meg hát az a sok furcsa férfi, akivel összeállt, és persze az a nagy, viszonzatlan szerelem. És aztán olyan dolgokat meséltek, hogy egy idő után nem kérdeztem inkább semmit, már túl sokat tudtam róla. Pultoztam, mert nem értettem semmihez. És pultosnak mindenkit felvesznek, aki nem ért semmihez. Csak az volt a baj, hogy abban a kis kocsmában mindenki értett valamihez, csak én nem. Ezért én végeztem minden aljamunkát. Úgy bántak velem, mint aki nem is ember, csak egy emberformájú állat. A Nyílt Fórumon ősbemutatókat is láthattak a nézők, felolvasó színházi formában. Volt olyan darab, amelyből csak egy részlet hangzott el, de olyan is, amely még nem nyerte el végleges formáját. A szerzőknek még egy hónapjuk van elkészíteni a végleges műveiket, melyeket a Színházi Dramaturgok céhe a Nyílt Fórum Füzetek következő kötetében meg is fog jelentetni. Egy nagyszerű szabadtéri fotókiállítás nyílt a Skanzenben augusztus 19-én. Erről láthatnak most egy beszámolót. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum örökségünk nyomában az Európa Tanács Kulturális Útvonalai Magyarországon címmel nyitotta meg szabadtéri fotókiállítását a Skanzenben augusztus 19-én. Az Európa Tanács 1987-ben indította el kulturális útvonalak programját azzal a céllal, hogy az egyes tagországok kulturális örökségéből összeadódó közös hagyomány fontosságára hívja fel a figyelmet. Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója köszöntötte a vendégeket. Szeretettel köszöntöm Önök ezen a szép napon, ezen a szép eseményen, ami több szempontból is debütálása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának, illetve magának a múzeumnak. Először van a kulturális utakkal kapcsolatosan nálunk egy ilyen rendezvény, tehát ez a debütálásnak az egyik oka, aminek nagyon örülünk, hiszen a Skanzen kapcsolódhat azokhoz a program célkitűzésekhez, amelyekről gondolom majd államtitkár úr globálisabb szinten fog beszélni, de ami nagyon fontos, hogy a Skanzenhez került ez a feladat 2019 óta. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterei és államtitkár úr úgy döntöttek, hogy ez hozzánk kerül, amit mi nagyon nagy megtiszteltetésnek tekintünk, és nagyon úgy érezzük, hogy nagyon beleillik a mi portfóliunkba, hiszen a helyi kulturális értékek bemutatása, a slow kulturális turizmus, a lassú kulturális turizmus népszerűsítése, a helyi közösségekkel való összefogás, a közösség alapú működtetés, a különböző kulturális intézményekkel hazai és nemzetközi szinten történő együttműködés, az mind jellemzője ennek a múzeumnak. Úgy érzem, úgy éreztük, mikor vállaltuk ezt a feladatot, hogy ez pont beleillik abba a vonulatba, amit mi az intézmény fejlesztés, az intézmény közel és távoli jövője építése során magunk elé célként kitűztünk. A másik fontos dolog az, hogy ez az első
demonstratív megjelenése annak a kultúrstratégiai feladatkörnek, amit kaptunk a kormánytól. Bizonyára mindenki tudja, hogy 2019. december 11-én az a törvény létrehozta a Nemzeti Kulturális Tanácsot, abba 17 kultúrstratégiai intézményt delegált, és azok közül az egyik a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. És a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak a kultúrstratégiai feladataiba pontosan beleillett ez a plusz feladat, hiszen az eddigi szellemi örökségvédelem, a tájházi, illetve a népi építészeti örökségvédelme, a múzeumot használók és a múzeumban dolgozó oktatása, képzése, az mind olyan a közösségfejlesztés, közösségépítés, az identitás erősítés és a kárpát-medencei diaszporákkal való foglalkozás, az mind-mind olyan kultúrstratégiai, össznemzeti és ágazati szintű feladat, ami Szabadtéri Néprajzi Múzeumhoz delegálva, és ez tökéletesen szépen kiegészíti a kulturális útvonalakhoz való kapcsolódás, illetve ezeknek az ügyeinek az intézése. Tehát itt nagyon-nagyon egymásra talált, úgy érzem, az intézmény, a minisztéri akarat, minisztériumi akarat, a kormányzati akarat és a közösségekkel való kapcsolódás, mert az eddigi minták, amiket mutattunk, akár a közösségfejlesztéssel, akár a tájházhálózattal, akár a szellemi örökség elemeinek hazai vagy nemzetközi reprezentatív listájára való felkészítésben, ez mindegyik azt mutatja, hogy itt van az a tudás, itt van az a know-how, aminek a segítségével a Szabadtéri Néprajzi Múzeum a kulturális politika irányainak és elvárásainak megfelelően el tudja látni azt a koordináló stratégiai szerepet, amire igazából predesztinálva van. Én ezért örülök annak, hogy ez itt van, ezért örülök annak, hogy nem csak ez, hanem még másik két rendezvény is lesz a fotókiállításon kívül, hiszen lesz majd egy videóinstallációnak a bemutatása, ami a kulturális utakat mutatja, és lesz egy nemzetközi konferencia is, ami itt nálunk lesz. Tehát ezek mindegyike olyan, ami kiteljesíti az ezzel kapcsolatos tevékenységünket. Magyarország 2021. május és novembere között betölti az Európa Tanács miniszteri bizottságának elnöki tisztségét, és ennek kapcsán többféle kiemelt kulturális rendezvényt valósítunk meg. Magyarországon többek között éppen tegnap volt egy nyitóhangverseny, amelyben különböző nemzetközi, tehát több országból érkező zenészek együtt szerepeltek. Ez Budapesten volt látható és hallható, és a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban pedig három olyan program kapcsolódik ehhez az eseményhez, amellyel szeretnénk erősíteni az Európa Tanács megismerését és célkitűzéseit. A mostani szabadtéri fotókiállítás után majd szervezünk Strasbourgban is egy kiállítás. Strasbourg az Európa Tanács központja egyébként, tehát ott van ugye a diplomáciai központja ennek az európai szervezetnek, amely a II. Világháború után jött létre, éppen azzal a célkitűzéssel, hogy a világégés után próbálja az európai identitást, az európai kultúrát, a fenntarthatóságot valamilyen módon összefogni és segíteni és felhívni a figyelmet mindazokra a kulturális természeti örökségekre és a társadalmi kérdésekre, amelyek ugye a világháború után olyan súlyosan érintették Európát. Úgyhogy Strasbourgban lesz az a nemzetközi kiállításunk, amelyben Magyarország bemutatkozik. Ennek része lesz majd az Európa Tanács kulturális útvonalait bemutató videóinstalláció, de olyan innovációk is, amelyek a pandémia időszakában jöttek létre magyarországi kulturális intézményekben, illetve egy olyan különleges műalkotást is bemutatunk majd ott Strasbourgban, amelynek a Dűne a címe, amely egy díjnyertes alkotás, amely tulajdonképpen a visszatükröződő külvilágot és az elvonulás nyugalmát igyekszik egyben bemutatni, egy érdekes alkotás. Tehát ezek kombinációja lesz majd látható Strasbourgban, a Rohan Palota teraszán, ez is egy szabadtéri kiállítás lesz tehát. És a harmadik ilyen rendezvénye a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak, az egy nemzetközi konferencia lesz ősszel, szeptember végén, október elején,
amellyel éppen arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy miként segítik a kulturális útvonalak azt a fajta turizmust, amely elkerüli a tömegturizmust, felhívja a figyelmet azokra a helyszínekre, azokra a programokra, amelyek kevésbé ismertek, de nagyon fontosak az európai identitás és kulturális örökség szempontjából. Szeretnénk ezt minél láthatóbbá tenni, és szeretnénk itt olyan jó gyakorlatokat bemutatni majd a konferencia során, amely mások számára is követhető, amely melyel igyekeznek ezeket a hálózatokat megerősíteni. Magyarországon az Európai Kulturális Útvonalak programot a kultúráért felelős miniszter megbízása alapján a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága koordinálja 2019-től. Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára nyitotta meg csütörtökön a kiállítást a Skanzen Vigadóban. Aki a sajton keresztül követi az én megjelenéseimet, talán tudja, hogy minden egyes meghívásom alkalmából hozok magammal valamit, hiszen egy kulturális államtitkárnak a zsebei mindig kulturális kincsekkel vannak tele. Most sincs ez másként, most is hoztam magammal egy kulturális kincset, mégpedig a Posta Múzeumtól kértem kölcsön egy 1892-ben készült fonográfot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez egyike az első hangrögzítő készüléknek. Egy van belőle Magyarországon, és alig pár darab van belőle egész Európában. Azért hozok magammal mindig valamilyen más intézménynek valamilyen kincsét, egyrészt, hogy szolidaritás szerűen a másik intézményre is fölhívjam a figyelmet, majd egy következő rendezvényemre a Skanzenből viszek magammal egy tárgyat. Másrészt, hogy emlékeztessem magamat, meg önöket arra, hogy nem elég a kulturális értékeket létrehozni, azokat valamilyen formában kötelességünk eljuttatni a felhasználókhoz. Napi szinten ütközöm abba a problémába, hogy lelkes, csillogószemű alkotók érkeznek hozzám az államtitkárságra, támogatást kérnek az alkotásukhoz, létrehoznak valamit, amelyik maga a csoda, csak aztán valahol a fiókba marad, csak aztán valahol a polc mélyén marad, hiszen nem marad elég energia arra, hogy annak a létrehozott alkotásnak, annak a létrehozott értéknek a közösséghez, a közönséghez való eljuttatásra figyeljenek. Emlékeztessen minket ez a fonográf arra, hogy nem elég egy dalt megszülni, nem elég azt elénekelni, azt rögzíteni kell, azt meg kell őrizni, és azt el kell juttatnunk a lakótelep 8. emeletén egyedül ülő elvált apukának a sörbe mellé, hogy az életed jobb lesz, barátom, hogyha meghallgatod ezt a dalt. És ez nekünk kultúra csinálóknak nagyon komoly feladatunk. Gyakran elfeledkezünk erről, gyakran csak létrehozunk, gyakran csak alkotunk, gyakran az energiánk abban merül ki, hogy megszülessen a kulturális érték, és nem figyelünk arra eléggé oda, hogy az hogy fog eljutni a felhasználóhoz. És nagyon büszke vagyok önökre, hiszen az önök munkája, az önök rendszeres munkája, az nagyon erősen jó példa arra, hogy nem elég létrehozni, hanem a mások által létrehozott értéket fel kell kutatni, azt meg kell őrizni, és ezt a legbefogadhatóbb módon kell eljuttatni valaki másnak. És nem véletlen, hogy a kultúrstratégiai intézmények sorába az önök intézménye gondolkodás nélkül, kérdés nélkül első körbe bekerült. A kulturális útvonalak program célja a kultúrák közti párbeszéd, az európai kulturális hovatartozás erősítése, illetve a természeti és kulturális értékek védelme és megóvása az utókor számára. Az Európa Tanács kulturális útvonalak programjának az a célja, hogy bevonja azokat a helyi közösségeket, azokat a helyszíneket, amelyek kevésbé ismertek a tömegturizmus által. Tehát egyrészt helyzetbe hozza ezeket a közösségeket, ezeket a helyszíneket, másrészt nagyon fontos a hálózatépítés, hiszen éppen az a program célja, hogy Európa több országát átfogó és több országán áthaladó kulturális programok, turisztikai kínálatok fogjanak össze. Tehát olyan közös témákat találnak az országok, amelyek
több helyen is jelen vannak, és ezeket programmá, hálózattá szervezik, és nagyon fontos ebben az egész programban a civil szervezetek szerepe, tehát hogy olyan civil kezdeményezések és intézmények fognak össze, amelyek az egyes területeknek a szakértői, és ők igyekeznek egymással kapcsolatot teremteni, együttműködni. Itt nagyon fontos a szakmai együttműködés, ezeknek a helyeknek a feltárása, dokumentálása, bemutatása, közzététele. Fontos az, hogy különböző nemzetközi programokat hozzanak létre, akár azért, hogy jobban megismerjék ezeket a helyszíneket, akár hogy kutatásokat indítsanak, és külön kifejezett célja az Európa Tanácsnak, hogy a fiatalokat bevonják és megismertessék ezzel az európai identitással és örökséggel. Tehát nagyon fontos, hogy tulajdonképpen itt élve egy kicsit gazdaként tekintsünk ezekre a jelenségekre, hiszen ez az európaiság, ez abból adódik, hogy vannak, léteznek ezek a közös gyökereink, a közös örökségeink, a történelmünk, a kultúránk, a művelődésünk, és hogy ezt minél jobban, minél többen megismerjék, és minél többen használják, és minél többen érezzék magukénak ezen a kontinensen. Magyarország egy kis ország Európában, mégis hatalmas kulturális értékekkel rendelkezik. Ezeknek a kincseknek a magjait érdemes már gyermekkorban előtetni, hogy egészen fiatalon megismerjük örökségünket. Nem muszáj mindig külföldre menni ahhoz, hogy nagy élményben legyen résztünk, vagy egyáltalán kikapcsolódhassunk. Magyarország annyi értékkel, annyi kincsen rendelkezik, hogy úgy gondolom, hogy egy élet is kevés ahhoz, hogy minden szegletét, minden csodáját megismerjük. Éppen azért jó szerintem az az irány, amit az Európa Tanács ezzel képvisel, mert azt mondja, hogy lassulj le. Tehát nem csak repülőre lehet ülni, hanem biciklire is lehet ülni, egy csónakba is be lehet ülni, és végig kalandozni tulajdonképpen az országot, vagy annak egyes területeit. Tehát, hogy kicsit le kell lassulni, meg kell állni, meg kell nézni akár a templomot, vagy a mellette lévő, azt körülvevő természeti környezetet, meg kell ismerni a helyi közösségeket, el kell menni a helyi fazekashoz, megnézni az ő műhelyét, kipróbálni azt a tevékenységet. Tehát, hogy egy kicsit beleélni magunkat ezekbe a helyszínekbe, hogy ott hogyan éltek azok az emberek, mit éltek, ma hogyan élnek, jobban megismerjük a saját környezetünket ezáltal, és azt gondolom ez a gyerekeknek azért is fontos, mert másképp fognak figyelni a saját környezetükre, másképp fogják értékelni azokat a akár természeti, akár kulturális örökségeket, ami őket körülveszi, de talán nem is veszik észre. Nincsenek országhatárok a kultúrában, ez az alapja a programnak. Az Európa Tanács kulturális útvonala címmel jelenleg 47 tagországból 40 útvonal rendelkezik, melynek elnyeréséhez a pályázóknak számos feltételnek kell megfelelniük. Magyarországon jelen pillanatban 9 olyan útvonal van, amely része ennek az Európai Tanács kulturális útvonal programnak, tehát ők megkapták azt a dokumentumot és részei annak a hálózat, amely őket kiemeli Európában. Ugye ezek mind nemzetközi útvonalak, úgy lehet egyáltalán csatlakozni ehhez a programhoz és a hálózathoz, hogyha minimum 3 ország terjeszt elő egy ilyen beadványt, amelyben bemutatja ennek az útvonalnak az összes helyszínét, de azon kívül a programokat, az együttműködést, a tudományos feltárását, a bemutatását, a láthatóvá tételét, és azokat a folyamatos együttműködéseket és programokat, amelyel ezeket próbálják ugye megismertetni is, de nem csak kifelé, hanem nagyon fontos a közöttük való együttműködés. Tehát ezeket mind-mind bizonyítani kell az előterjesztés során, és ez alapján nyerheti el egy-egy ilyen európai útvonal, ezt a kulturális útvonal címet. Ez a 9 magyar helyszín, ez ugye egészen a Vaskortól a Vasfüggönyig ível a történelmi időkben, tehát a legkorábbi ilyen a Vaskor Dunamenti útja, és ugye az utolsó eleme a Vasfüggöny útvonala, ami egyébként önmagában is egy kerékpár útvonal, tehát így került fel erre a nagy térképre, de emellett a történelmi fürdővárosok európai útja, a reformáció útja, a szecesszió útja, Szent Márton útja, ki ne hagyjunk valakit, az ipari örökség útja, ezek mind-mind szerepelnek már Magyarország részvételével is ezen a nagy hálózaton.
Vannak olyan terveink, hogy további útvonalakhoz kapcsolódjunk, amelyek már elnyerték ezt a címet, úgyhogy érintettek lehetünk akár a malom európai útjában, vagy a bor útjában, történelmi kertek útvonalában, azt gondolom szintén ott van Magyarország helye. Tehát nagyon sok olyan lehetőség van még, amelyhez csatlakozhatunk. Jelen pillanatban ez a 9 áll olyan állapotban, hogy Magyarország is benne van. És a mi dolgunk itt a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, hogy koordináljuk ezt az egész feladatrendszert, hiszen ez egy állami feladat, Magyarország csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és innen kezdve feladataink vannak. A mi szakmai feladatunk az, hogy ezeket a helyszíneket megismertessük, minél jobban láthatóvá tegyük, de az is, hogy őket segítsük szakmai tanácsokkal, fórumokkal, egymással való kapcsolattartással. Tehát mi szeretnénk itt egy hálózatot létrehozni belőlük helyben is. Ugye ez a Skanzen módszer a hálózatokra épül, tehát nagyon-nagyon fontos, látjuk ennek a tanulságait, hogy mennyire fontos a hálózatokban való működés, és hát a további helyszínek felkutatása és előterjesztése kapcsán is segítséget adunk. A szabadtéri fotópályázaton és a kiállítás megnyitón levetített kis videóban Farkas Mohi Balázs munkáját láthatta a nagy érdemű. A művész legfőbb célja az alkotásaival, hogy láthatóvá tegye az izgalmas kulturális és természeti helyszíneket, és felhívja a figyelmet Magyarország turizmusának népszerűsítésére. A hétvégére pedig az Apáról fiúra című előadást ajánlom önöknek, ahol a Vigad, a Söndörgő, valamint a Vujicsics együttes fog bevezetni minket a délszláv népzenének a világába. Ez volt hát a Művészváros, munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, szép hétvégét, viszontlátásra!